Első alkalommal rendeztek felnőtteknek színházi tábort a Kassa Itália Színház művészei. Cél a színház láttatása mellett a tehetségek felfedezése volt. Csak nyugodtan induljatok el most és lassan, lassan, hogy érezzétek át, mi van, mi jön, mit kell csinálnom. Az utolsó próba, utolsó simításait láthatjuk az esti fellépés előtt Nagyidán, az Ilosvai Magyarházban, ahol a nyolc napos színházi tábort rendezték, amelynek megálmodója Bocsárszki Attila színművész volt. Ez a tábor ma régóta érlelődik bennem kb. 15 éve. A szerettem volna csinálni egy színházi tábort felvidéki, középiskolás fiataloknak, felvidéki szak, magyar szakemberekkel, mert úgy gondolom, hogy felvidéken vannak olyan kaliberű színészek, akik már olyan szinten vannak, hogy ismerik és tudják a munkájukat, és át is tudják adni. A táborban a színházi alapok elsajátítása mellett a hang és beszéd is a kötelező tananyag közé tartozott, de mindennek a csúcsa a jelenetek gyakorlása volt, amit hivatásos színészek és rendezők vezettek. Az volt a lényeg, hogy ezt a ismeretlent, az kicsit fölfújjuk számukra, hogy, hogy lássák azt, hogy milyen sokrétű a színház, milyen sok minden uh, háttérszakma uh, van jelen egy-egy produkciónál, és ő önmagukat is próbálják meg ezen a tükrön keresztül látni, és el tudják magukat képzelni egy színházi létben. Önöket is mindig jelentződik. Megszokják azt, hogy ugye egy színházban, egy színpadon sok minden történik, sok más színész van, különböző de a helyszínek, és mindenre figyelni kell. Tehát, hogy a, a figyelmük körét ezek a gyakorlatok így kiszélesítik, így megnagyobbítják, és ezek mind játékos dolgok. Ne izguljon! Pár percs ez hamar előperítik. A hét folyamán a táliában nagy sikerrel játszott Portugál című darab egyes jeleneteit gyakorolták a tábor résztvevői, melyeket a zárónap estéjén mutattak be a közönség számára. Ez a tábor nagyon sokat adott. Egyszerűen nagyon sokat tanultam, és közben nagyon jól is éreztem magam is. Olyan gyorsan repültek a napok, hogy ezt nem is lehet kifejezni. Óriási nagy megtisztelés volt ezekkel a színészekkel dolgozni. A táborozók meglátogatták a nyíregyházi Móri Zsigmond színházat és előadások sorozatán vettek részt. A táborban elsősorban középiskolások voltak, de fiatal pedagógusok is részt vettek a színi tanodában, akik az amatőr színjátszást szeretnék megismertetni tanítványaikkal.